Na, sziasztok srácok, én Danamik, és jöttünk egy következő videóval, ahol most nem más lesz, mint Spongebobot fogjuk tovább keresni, ugye? Kaptam egy iránytűt egy kedves idegentől, hogy elvileg ez engem el fog vezetni Spongebobhoz, amit nem tudom, hogy most így biztosra mondjak, vagy valószínűleg átvert esetleg, nem tudom, de egy próbát mindenféleképpen megér. Szóval, akkor kezdjük el ugye fát vágni, kezdjünk egy kicsikét cuccokat gyűjteni, és azután megindulunk így át az iránytű irányába. Addig srácok, szeretnék nektek mesélni egy kicsikét a Győri Playit-ról. Eléggé, hogy is mondjam, nem voltunk ott túlságosan sokáig, körülbelül egy olyan egy órát voltunk a Győri Playit-n. De amúgy egészen jó volt, nem a legjobb. Tehát a pesti playitik ugye tudni kell, ugye, hogy általában mindig jobbak szoktak lenni, mint a ilyen mindenféle más városban lévő playitik. Na mindegy, legközelebb ugye Debrecenben lesz egy playitik, ahol valószínűleg én nem fogok tudni menni. Ezt előre is el akarom nektek így mondani. És nem tudom, hogy Mindsetos csapatok mindenféleképpen lesznek ott, de én sajnos nem leszek ott. Következő pesti playitim több mint valószínű már, hogy ott leszek, meg Mindshowkon is. Na de! Szerintem 5 darab cobblestone, vagy 6 darab, az nekem bőven elég lesz pillanatnyilag. Megcsinálom gyorsan a kardot, és csinálom gyorsan egy csákányt is akkor. Na, craftoljuk is le. Nagyszerű! Hát nagyon remélem, hogy most már tényleg meg fogjuk találni Spongebobot, mert amúgy már egy 3 videó óta szerintem kb. Keressük, vagy 1, vagy 2, hát inkább 3. 3 videó óta mindenféleképpen már szerintem keressük Spongebobot. És remélem, hogy ez most már tényleg egy olyan nyom lesz, ami tényleg hasznunkra válik. Na! Induljunk el a iránytűnek a irányába, amerre jelez. Megpróbálok a fákon közlekedni, az, hogy mégiscsak talán egy kicsikét békésebb és nyugodtabb tud lenni. Jó, oké. Szerintem ez így lazán így oda fogunk így tudni jutni, csak remélem, hogy végig kitartanak a izék. Nagyszerű, közbe beesteredett így egy másodperc alatt. Hát szokásos para jelentek, amiket általában tapasztalni szoktunk. Azon izéltem amúgy, hogy ilyen gombákból tudnék csinálni gombaragot, de most, hogy így igazából van nálunk ugye alapból hús, így egy kicsikét talán felesleges. Jaj, srácok, kezd közben amúgy már így egy kicsikét fárasztó azért folyamatosan így folytonosan dumálni, meg mindig beszélni, de meg kell tartani ezt a hangulatot a videó belül. Szóval srácok, most ugye, ez ugye hát alapból ez ilyen premierbe megy, aki nem tudná mi az a premier, az egy ilyen bemutató, ugye élőben adja le a videót. Szóval most ti ugye látjátok, akik most nézik pillanatilag ebben a másodpercben a videót, azok ugye premierbe látják. Szóval srácok, írjátok le, hogy szerintetek most meg fogjuk-e találni Spongebobot. Nagyon remélem, és hát dobjatok egy lájkot is a videóra. LOL, itt van Spongebob háza. LOL, ne, az ott mi az ablakba? Az ott mi volt az ablak? Az Spongebob volt? Ott ugrál valami. De ez nagyon ijesztőn néz ki ez a ház, srácok. Ez nem úgy néz ki, mint Spongebobnak szokott a háza kinézni. Az nagyon ijesztő volt, ami ott volt, de szerintem bemehetünk remélhetőleg. Vér és fejek és pókháló, hát... ez nem egy túl megnyugtató tényező. Jó, mindegy. Felmegyünk a létrán. Alszik. Démon Spongebob. Ne. Ne, és felkelt. Biztos ő benne, hogy látott engem, mert az ab... Jó, ne, mász már le! Jó, kimegyek a házból. Srácok, ez nagyon ilyen... Mi a... Démon, ne gyere közelebb, menj innen. Ne, megütött. Démon Spongebob, srácok. Jó, várjatok, kell egy fa. Jó, bemegyünk. Ne, jó, utánam jött. Én felelem, ezt így is megoldhatjuk. Hello, Démon Spongebob. Jó napot kívánok, figyelj. Nyitogatja szegény az ajtót. Én nem akarok balhét, Démon Spongebob, figyelj. Megkérdezem, tudsz valamit? Elkezdte ott ütögetni. Démon Spongebob, figyelj, kiengedlek, jó? Kiütjük a fát, és megbeszéljük normális körülmények között. Figyelj, első szabály, tarts tőlem 2 blokknyi távolságot, jó? 1-2, tehát te ott állhatsz, jó? Azon a blokkon, nagyszerű. Én meg itt, jó? Démon Spongebob, figyelj, első nagyon fontos kérdésem. Hol van Spongebob? Tehát, hogy most így értem, hogy... kaptam egy iránytűt, ami ide vezetett hozzád, és azt mondta az illető, hogy ez egy nyom lesz.
de azt nem mondta, hogy egy démonnal fogok találkozni, ami nem túl pozitívum. Mit keresel itt, de full komolyan, Spongyabobot, kedves démon Spongyabob? Nem tudsz esetleg róla valamit? Mert egy ideje eltűnt, egy pár hete, és mindenkinek hiányzik szerintem. És jó lenne már végre megtalálni. És szerintem ehhez biztos, hogy neked kéne valami nyomodnak lennie. Tudok róla mindent, és azt is, hogy eltűnt. Aha, értem. És neked van közöd esetleg az eltűnéséhez? Amúgy. Csak úgy megkérdezném. Hátat fordított nekünk? Ez most komoly? Jó, rendben. Nekem az is jó, hogyha... Csá. Nekem az is jó, hogyha átkutatom a házadat, amíg te kín vagy. Hoppá, vaskard és rohadt hús. Hát ez nem a legpozitívabb. Titkos akta. Hello, démos Spongyob. Találtam egy titkos aktát, ebben mindjárt beleolvasunk. Szóval neked nincs közöd Spongyob eltűnéséhez, igaz? Aha, tehát most írni fog. Jó, rendben, amíg ír. Koordináta minusz 66, 12, minusz 73. Sajnos igen. Spongyabob, szóval te tüntetted el, vagy nem, miért Spongyobnak hívtalak? Démon Spongyob, szóval értem, tehát elvileg te tüntetted el őt, gondolom. Ez így, de miért? Miért tüntette volna el? De nem én csináltam az egészet, hanem a főnököm. Milyen főnököd? Halljátok, mit derülnek itt ki a démonoknak, milyen főnöke van? Ki a főnököd? Én megkeresem nagyon szívesen, de hogy itt egy koordináta, ami szerintem biztos, hogy nyom lehet. Mi ennek a neve? Titkos akta. Sajnos nem beszéltek róla. Dehogy nem beszélhetsz? Beszélhetsz, mert megöllek. Démon Spongyob, figyelj, amúgy várjál. Egy kérdés, mielőtt elkezdünk itt üldözőset játszani. A démonok halhatatlanok? Úgy érdekel engem amúgy. Mert most mégis csak most így elkezdlek üldözni, de hogyha halhatatlan vagy, akkor eléggé potyára csinálom az egészet. Srácok, ez egy jó nyom. Ez egy jó nyom, ami alapján megtaláljuk Spongyabobot végre. Viszont, ami nagyon-nagyon nagy negatívum, hogy és pillanatilag csak egy egyszerű koordinátánk van, ami nem is biztos, hogy őt jelöli. De kajak ennyire buta, mi van? Ennyire buta, a tábla felett mi van? Mi van? Mi van? Egy fej? Tehát ő a főnököd? Ő a főnököd? Ne! Ne mondd el, hogy azt, hogy egy Herobrine fej a főnököd. A Herobrine a főnököm, igen. Értem, szóval a Herobrine-nak köze van Spongyob eltűnéséhez. De egy valamit árulja, ez miért jó neki, hogy Spongyob eltűnik? Ezt miért akarja? Ez engem nagyon nézé érdekelne amúgy, tehát hogy... Értem most, hogy eltünteti Spongyobot, de... Ez neki miben okoz többet, hogy ő most ezt el tudja tüntetni? Srácok, akkor egész mögött Herobrine áll. Értem. Mivel bosszút akart állni. Aha, értem. Hát, kedves démon Spongyob, hol találom a főnöködet? Tehát, hol van? Hol van? Meg fogom keresni. Esetleg a koordinát jelöli őt? Vagy a koordinát jelöli, vagy ez Spongyobot jelöli. Melyik lehet, srácok? A koordinát, nem tudom. Ezt muszáj kiszednünk démon Spongyobból. Spongyob, víz, mi az? A víz alatt a Spongyobobbal. Aha, és ez a koordináta őket jelöli? Végül. Megint hátat fordított. Spongyabob, démon Spongyabob, mondd el! Hol van ez a koordináta? Őket jelöli, vagy nem? Igen, vagy nem? Igen? Jó, rendben van. Köszönöm szépen. Srácok, sajnálom, én bosszút álltam démon Spongyabobom. El kéne jutnunk valahogy ez a koordinátához, de szerintem ez nagyon messze lesz. Szerintem ez biztos, hogy nem a közelbe lesz. Szóval, srácok, következő videóra fel kell valahogy készülnünk, és el fog kelleni jutnunk oda. Démon Spongyobban én most bosszút álltam, mert Spongyob nagyon nem érdemelte meg azt, hogy ezt tegyék vele, és amivel neki köze volt, ezt nem kéne kidobnom, és amivel neki köze volt ehhez, ezért muszáj volt bosszút állnunk. Szóval, srácok, a következő videóban el kéne jutnunk, nem biztos, hogy a következő videó lesz, csak annyit mondok, a következő valamelyik videóban el fog kelleni jutni ehhez a koordinátához, és meg kell mentenünk Spongyobot Herobrine elől. Hát srácok, írjátok le, hogy szerintetek hogyan fog ez folytatódni. Nagyon remélem, hogy visszatudjuk végre szerezni Spongyobot, mert szegény már eléggé hiányzik nekem is.
Csigusznak is, meg mindenkinek. Szóval srácok, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok ebben a videóban. Hogyha szerintetek sikerrel fogunk járni, akkor mindenféleképpen dobjatok egy lájkot a videóra, és írjátok le, hogy a komment szekcióban is a véleményeket. A nagy csatornán, ezt amúgy nagyon sokan nem tudjátok, ugye amikor ez a premier megy, ezután a nagy csatornán körülbelül rá egy 2-3 percre kezdődni fog a következő premieres élő adásos videó. Szóval aki most ezt a premiert így nézi, egyből menjen át szépen a nagy csatornámra, és ugye ott fogjuk szépen folytatni, én is ott leszek a chaten meg minden. És ja, és ugye hogyha valaki később látja, akkor meg ugye nézze meg azt a videót. Na srácok, én Dani voltam, és nagyon szépen köszi a figyelmet, következő videóban akkor folytatjuk, és hát sziasztok!